Tiszteltel köszöntöm a Frankó TV nézőit. Hát felemás a hangulatunk, mert egy fantasztikus mérkőzés volt, nagyszerű gólokat láttunk, látványos találatot, és 4-4, de hát itt mellettem Béla szomorú, mert a 70. percben fájdalmasan fölkiáltott, és hát nincs jó hírünk sajnos. Mi történt, Béla, és hogy vagy most? Hát sajnos történt, ami történt. Szerintem elszakadt a vádlim, az izmom. Most majd a doktor jön, és megnézi, megszonózza, és megnézi, de mivel az ember ismeri a saját testét, akkor már most tudom, hogy el van szakadva a vádli izmom. Hát a szívünk megszakadt, de én annyit mondok, hogy ugye a felvidéki legendák is játszik jövő héten Feleden. Hát remélem, hogy azért eljössz, és leszel olyan állapotban, legalább lelkileg segíted a társaságunkat, mert te vagy a jobb kezd, de most nem erről a akcióról van szó, hanem hogy értékeled ezt, és mit szólsz a meccshez? Egy fantasztikus meccs volt, leszámítva ezt, hogy mielőbbi gyógyulást, ez legalább 2-3 hét, de ezt leszámítva nagyszerű gólokat láttunk, és hát ugye első fél időt kellett volna játszani a Tatabányán, miért nem játszottál? Somorjai mezben lehet, hogy ez nem történik meg. Hát ez a sors keze, ahogy múltkor is mondtam. Elsősorban meg szeretném köszönni elnök úrnak, Csabának, Horváth Csabának, hogy a létesítményt, a pályát, meg mindent, ami körülötte van, engedélyezte, hogy itt egy ilyen mérkőzés kerüljön. Másodszorban meg szeretném köszönni a hazai játékosoknak, hogy korrektan hozzáálltok a mérkőzéshez, és hát természetesen a Lombard családnak, mert mi egy Lombard család vagyunk már 25 éve, hát nagy köszönet a fiúknak, hogy eljöttek. Igaz, voltak sajnos sérült és hiányzó játékosok, de ez a csapat egy igazi család, és jó pár évet végig húztunk együtt, és látom, hogy számíthatok rájuk még ma is. És még egyszer nagy köszönet mindenkinek, aki itt volt. Mielőbbi gyógyulást, és hát remélem, hogy csak jobb hírekkel szolgálunk majd az egészségi állapotodról, javulást és jobbulást. Köszönöm a jó kívánságot, hát tudatom veled, biztos, hogy mikor én olyan 6-8 hétre látom, hát majd a doktor úr megmondja, hogy kell-e varni, nem-e kell varni az izmot, hát kórház, nem tudom még per pillanat, de én olyan 8 hétre biztos satszolom, mert satszolom a pihenést. Hát kívánom, hogy legyen az csak 3-4 hét, kis Béla, Isten éltesse most, és hát most valóban erőbe, egészségbe. Köszönöm szépen nagyon, néked is.